vezetni fog, és én tulajdonképpen azt kértem, az utolsó e-mailemet megkaptam. Amiben azt írtam, hogy a templomról lehetőleg keveset, hanem a altemplom, meg torony, meg kiállítás. Hallgassátok szeretettel is! Köszönjük! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Szent István Bazilikában. Én a Montadózsán Imre Zsuzsa vagyok, a templomnak a turisztikai referense, és én fogom bemutatni ezt a nagyon szép templomot, ami 1851 és 1905 között épült, mint egy 54 éven át, és három híres magyar építész tervezte. Az eredeti terveket Jürg József készítette a klasszicista stílusban, viszont a halálát követő évben 1868-ban a templom főkupolája beomlott, és nagyon megsérült az épület, úgyhogy új terveket kellett készíteni, amit értelemszerűen már nem tudott elkészíteni. Nagy felbogátta a fejszéjét, mert nyilván, hogy a pogányok nem akartak keresztény hitre térni, lázadoztak is rendesen, egész uralkodása alatt, és István király pedig segítséget hívott, mégpedig annak a velencei származású Gellért Istvánnak a személyében, akiről a Budai vannak a elnevezik. Oké, thank you. Tartójában van. Ez az ereketartó 1862-ben készült Bécsben, Lippert József építészmesternek a remek műve, és a két részből áll, a belső egy kristályhenger, ami voltaképpen magába foglalja és védelmezi az erekét, egy gyöngyfüzér erősíti hozzá az alatta levő bársonypárnához, az ökölbe szorított készfejet, a túloldalról pedig egy akantuszlevél formájú ezüstlemez zárja le, illetve fogja össze a kéztőrcsontokat, hogy nehogy széthessen. A külső erekje tartó az pedig olyan, mint egy gótikus kápolna. Az anyag...
Thank you.